Imádság a hitben való növekedésért. Az isteni fajta hit csodálatos ajándéka Istennek. Egyrészt hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, másrészt, ha nem ismered fel a bibliai hitet, nélküle az életed szárazzá és kilátástalanná tud válni. Az Isten nélküli életben nincs helyes céltudat, nincs remény, hogy az ember többet érjen el az életében. Mert ha önmagára tekint, akkor látja a korlátait, a gyengeségeit, a kudarcait, ezért nem vár el semmit a jövőjétől. A láthatókra tekintve az ember könnyen félelembe eshet, aggódhat, kétségbe lehet, és feladja a reményt, mert nem látja a sikert, a megoldást, és a győzelmet az élete felett. Az az ember, aki isteni fajta hitben jár, ő tudja, hogy elérte őt az örömhír, a jó hír. Tudja, hogy Jézus meghalt érte, és jó jövő vár rá, ahol ő több, mint győztes. Ahol minden lehetséges annak, aki hisz, és ahogy keresi Isten országát és az ő igazságát, mindaz megadatik néki, és megismeri, hogy minden az övé, amit hitáltal el tud venni. Márk evangélium 9.23, Máté 6.33. A hitünk dönti el a halál utáni sorsunkat is. A Jézus Krisztusban való hit eldönti, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartati az örök életre, a mennyországra. Isten királyságában mindent úgy kapunk meg, hogy először hisszük a szívünkben, és megvalljuk a szánkkal. A világ azt mondja, hiszem, ha látom. A hitben élők pedig azt mondják, előszólítom azt, ami nincs, mert én hitben járok, és nem látásban. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete a hithősökről ír. Nekünk is úgy kell hinnünk, ahogy ők hittek. Hit által nyert erőt Sára, hit által rejtegették Mózest, hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő. Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, hit által keltek át a Vörös-tengeren az izraeliták. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölni fog, és kiment, így Isten szava és igéje hitet táplált benne és benned is, ha hiszel, mert a hit hallásból, a hallás Isten igéje által van, Róma 10.17. Fejlesztened kell a hitedet, mert úgy fog növekedni. Tudd, hogy a hit mértéke növelhető, mégpedig az ige tanulmányozásával és használatával. Akiknek van isteni fajta hitük, más a jellemük. Ők magabiztosabbak és bizakodók. Az erős hit megnyilvánulása az emberek életében az rendkívül fontos, mert aki nagy hittel rendelkezik, nagy dolgokat el tud venni. Kis hittel kis dolgokat tudunk elvenni. Hát köszönjük Istennek az igéjét. A Róma levél 14.23 azt mondja, ami nincs hitből, az bűn. A hit emberének telve kell lenni Isten szeretetével, és azt képes megosztani másokkal. A mennyben csak a szeretet marad meg mindörökké, mert Isten maga a szeretet. Ha nem hitből cselekszel, ha nem hitből adsz, az bűn. Amit szeretetből teszünk, az örökké való, ha nem hitből cselekszel, ha nem hitből teszel, ha nem hitből adsz, az bűn. Amit szeretetből teszünk, az az örökké való, és a jutalma is örökké való. Halleluja. Imádság. Uram, köszönöm az igédet, köszönöm, hogy táplálsz engem hozzám illő eledellel, hogy felnövekedhessek szellemben, hogy minden áldásodat el tudjam fogadni. Uram, köszönöm az igédet, áldott legyen a szent neved, hogy betöltöd minden szükségemet, a te gazdagságod szerint dicsőségesen. Tudom, hogy amit kérek tőled, az valóságá válik az életemben,
mert az igaz ember hitből él, ahogy a Róma levél 1.17 mondja. Róma levél 5. fejezet 1-es igéje. Mivel tehát hitből igazoltunk meg, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Uram, imádkozom azokért, akik nem ismerik az Urat, hogy hit támadjon a szívükben, és hittel teljes életet éljenek, és kérjenek hittel semmit sem kételkedvén. Jakab 1.6. Első János levele 5. fejezet 4-es, 5-ös igéje. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Zsidókhoz írt levél 10.38. A Szentírás kijelenti, az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik Isten lelke. De mi, te és én, nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Uram, a mai napon te rád tekintek a hitem fejedelmére és bevégzőjére, és te betöltesz a jóban való teljes gyönyörűséggel és a hitnek hathatós munkálásával. Kijelentem, hogy hitem van Istenben, és Jézusban, az ő egyszülött fiában. A Krisztus lakozik hitáltal a szívemben, és megerősödöm hitben, és épülök a szentséges hitemben. Mert az én kipróbált hitem, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék. Ma kijelentem, hogy nem félek, csak hiszek. És nem vagyok hitetlen, hanem hívő. Nem vagyok rest, hanem követője azoknak, akik békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Köszönöm, Uram, hogy a benned való hitem megtart, és meg nem szégyenülök, mert tudom, kinek hiszek. Neked hiszek, Uram, hiszek a parancsolataidban, hiszek az igédben, mert a hit hallásból, a hallás Isten igéje által van. És boldog az, aki hit, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Lukács evangélium 1.45. Ma kijelentem, megállok hitben, fel nem fuvalkodom, fele más igában nem vagyok. Uram, benned bízok, az ördögnek ellenállok, nem adok neki helyt, erős lévén a hitben, mert akik hitből vannak, azok az Ábrám fiai. Az én hitem együtt munkálkodik a cselekedeteimmel, mert a hit halott cselekedetek nélkül. Köszönöm, Uram, hogy a hit a szívemből jön, és nincs hit megvallás nélkül. A hitem a megvallásommal növekszik, amit kimondok, az lesz meg nékem. Ezért hittel teljes szavakat, építő szavakat szólok, Isten igéhez szólom. És megvallom, hogy hittel teljes és győztes hozzáállással nézek szembe az életemben és az élet minden napjában. Tudom, hogy amíg nem vallom meg, addig nem jön valóságba a hitnek, a győzelmének a gyümölcse. A hit megvallása valóságot teremtsen, és hozza elő az életembe, amit csak kérek. Ma kijelentem, hogy megharcolom a hitnek a szép és jó harcát, nézvén a hitem fejedelmére és bevégzőjére, Úr Jézus Krisztusra. Köszönöm, Uram! Köszönöm a hitbeli növekedésemet. Áldott legyen a Szent Neved. Amen, és Amen, és Amen.